Tisztelettel köszöntöm Önöket. A következőkben megpróbálunk utána járni, hogy hogy van az együtt, amire nagyon sokan tagadólag szoktak mondani, fogalmazni mondatokat, hogy valaki sikeres, elegáns, csinos, családos és nő. Ez hogy működik együtt, amikor nagyon sokan azt mondják, hogy ez szinte képtelenség. Például ezt is megpróbálom megtudni majd, meg a sikertitkát is következő vendégemtől. Tomán Szabina, üzletasszony, a Tomán Életmód program megalkotója. Pályafutását modellként kezdte, egyik mentorának Nárai Tamás tartja. Fiatalon vállalt gyermeket, majd saját súly problémái kezelésére hozta létre diétás programját, ami az elmúlt közel 20 évben életmód programmá nőtte ki magát, saját több országban is jelenlévő szalonhálózattal. A High Venture Startup Her női vállalkozói programjának mentora. Az UNICEF bajnoka is nagykövete, a Mosoly Alapítvány 42 Mosoly programjának támogatója. Csatlakozott a Greenpeace műanyagmentes július kampányához is. Az év vállalkozója kategória nyertese, az Ernst & Young az év üzletembere díjának külön díjasa. Hú, ezt így végighallgatni is, meg végigmondani is, ez nagyon szép. Örülök, köszönöm, hogy itt vagy, Szabina. Köszönöm. Amikor én jövök azzal, hogy elegáns, csinos, sikeres, ezek ilyen közhelyek? Nekem jól esnek. Tényleg úgy van, hogy ezeket így egymás mellett furcsálva kezelik az emberek? Hogy az hogy lehet, hogy ez mind együtt működik? Igazából a siker az egy olyan fogalom, ami sokáig nem állt hozzám közel, mert sikeres volt az a tervező, akinek bemutattam. Persze ott voltam az 5-10 legjobb magyar modell között, de nem úgy kezeltem a sikert, hogy az az én érdemem. Tehát, hogy sehogy nem találtam a helyem a sikeres emberek között. És valahogy pár évvel ezelőtt kattant át ez a dolog, a siker kezelése az én életemben, és az nagyon vicces dolog volt, mert hogy a számok adták meg nekem ezt a sikert, mert amikor váltottam és édesanyámból vállalkozó nő lettem, akkor nagyon sokan nem a helyemen kezeltek. És ez szerintem nem az ő hibájuk, tehát hogy volt egy múltam, ahol a szépségről szólt az életutam, volt az anyaság, és akkor azt mondtam, hogy én most üzletasszony leszek, de hát ezt nem vették sokan komolyan. Hogy jön ez a szép lány, tudjuk, ő szép. És úgy ennyi volt? Igen, egy nagyon csinos válfa. Tehát, hogy azért a modelleknek megvan a bélyek, szerintem még a mai napig viseljük ezeket a bélyeket, amiket azok az emberek akasztanak ránk, akik soha nem dolgoztak a szépségiparban. Úgyhogy ebből kifolyólag én próbáltam a sikerhez úgy, nem tudom, viszonyulni, vagy megfogalmazni a saját életemben. És egyszer sikerült, és a siker számomra, ahhoz, hogy én beilleszkedjek az üzleti világban, ahhoz a számok tökéletesen megfeleltek. Úgyhogy makacs tények a számok, de ők engem igazolnak. És elkezdted így mérni a sikert. Képzeld el, igen. Lépésről lépésre, számok alapján. Bizony. Jó, mondjuk az nem csap be, ez igaz. Igen. Viszont mondtál valamit az előbb, ami egészen furcsa volt. Azt mondod, hogy az 5-10 legsikeresebb modell között voltál. Azt például honnan lehet mérni, tudni? Magyarországon? Hát ez még 20 évvel ezelőtt volt. Amikor még voltak igazi bemutatók Magyarországon, ami azt jelenti, hogy volt egy csapatgárd, általában Nárai gárdának hívták őket, ők mindenhol ott voltak, minden divatbemutatón, fotózáson, katalógusban, címlapokon, úgyhogy ez a gárda, ez a mag, akikkel mi dolgoztunk, ez 5-10 olyan lány volt, akivel mindig találkoztunk. És ezt igazából az évek során vettük észre, hogy igen, tényleg mi minden bemutatón ott vagyunk, és hogyha azt mondja a Tamás, hogy ők a legjobbak, akkor azt úgy büszkén viseltük. Úgyhogy abban az időszakban, ez egy 98-tól 2005-ig, azért majdnem minden bemutatón ott voltam Magyarországon, ugyanúgy, ahogy ez az 5-10 lány, akivel a mai napig tartjuk a kapcsolatot. És mondtál ezzel kapcsolatban még valamit, hogy te nem mérted magad sikeresként abban a közegben, abban az időszakban, de ahonnan te jössz, ahhoz képest, ahova te jutottál, az önmagában is siker. Azt te akkor nem érzékelted? Tehát a tatabányai szakközépiskolás lány egyszer csak a kifutók egyik sztárja. Hát azért az óriási ugrás. Az az igazság, hogy maga a siker, vagy a sztárság, vagy a
más életvitelnek a kezelését, nekem annyira behatárolta a munka. Tehát nekem az volt a legfontosabb, hogy én a maximálisat hozzam ki belőle, és nem tekingettem ki félre, vagy nem vártam azt, hogy ha hazamegyek végre, akkor valaki azt mondja, hogy hú, de milyen sikeres lett ez, abban milyen jó neked. Hanem visszavágytam a régi kis közegembe, akikkel nevetgéltünk, akikkel elmentünk szórakozni Tatabányán, akikkel felnőttem. Tehát te nem csillogni mentél, hanem nem. Konkrétan dolgozni? Bizony. Milyen érdekes. És nem is érzékelted, hogy amiben benne vagy, az maga a pompa, a csillogás? Ez erre vágyik mindenki, aki vágyik valami hasonlóra. Sok helyen jártam, és külföldön a modellek, illetve a modellügynökségek, a nagyobb szórakozó helyeken mindig ingyenes helyet, ingyenes italt szolgáltatnak, vagy felkínálnak, hogy azzal éljünk. És nagyon kevésszer voltam én ott, viszont az első alkalommal fogalmazódott meg bennem, hogy minket máshogy kezelnek. Tehát, hogyha én lemegyek egy szórakozó helyre, akár Görögország, akár Franciaország, Olaszország, ott megvan az a titulus, hogyha a modellek ide járnak, akkor ez egy szuper hely. Az menőség. Bizony. Úgyhogy ott találkoztam azzal, hogy máshogy kezelnek, és nem kell sorba állnom mondjuk a szórakozó hely előtt. Azt tudták rólatok, hogyha divatbemutatón dolgoztatok, mondjuk Rómában, hogy jönnek a modellek? Tehát annak van egy rendszere, hogy hova szállásolnak el, hova visznek szórakozni, vagy mennyire vagytok szabadok egyáltalán ebben? Bevallom őszintén, hogy mi nagyon sok korlát között kell, hogy éljünk, hogyha mondjuk aláírunk egy szerződést egy ügynökséggel. Az első és legfontosabb az a méret, nem változtathatsz hajszint magadtól, nem hízhatsz, nem fogyhatsz, tehát hogy le vannak írva a paraméterek a szerződésben, hogy mihez kell magad tartani ahhoz, hogy abba a csapatba tartoz. Úgyhogy... Az a méret, az a te méreted, vagy egy elvárt méret, amihez el kell kezdened, megküzdened magaddal? A magassággal nem fogok tudni soha, tehát ugye 179 centi magas vagyok, az egy jó modell, kifutó méret. Viszont a ruha méret az ilyenkor már bármi lehet, de a 90-60-90, hisz erre szabják a ruhákat. Ez még van? Még van. Ezzel rengeteget küzdött a nőtársadalom a világban, igen. Hogy ez felejtsük már el, mert annyiféle méret van, ahányféle ember. Igen, hozzáfűzöm, hogy én 20 évvel ezelőtt modellkedtem aktívan, tehát hogy azért azóta nagyon sok lehet, minden változott. Lehet, hogy most már a 92 is befér. Lehet, hogy belefér a 92, és az egyéniség is megjelenhet, és az elfogadás jegyében igenis most már egyre több olyan divatbemutatót látok, ahol kijönnek a 90-69-es modellek, és mellette kijön mondjuk egy XL. Nem XXL, hanem XL. Tehát, hogy azért most már ez eltolódott szerencsére. Úgyhogy azt gondolom, hogy a magja még mindig ott maradt. Tehát, hogy voltak próbálkozások, hogy mérték a lányokat, a testzsír százalékot, és egy adott testzsír százalék alatt nem léphetett kifutóra. Tehát, hogy azért voltak kezdeményezések, de ezek így hamvában elhaltak. Én azt gondolom, hogy az működik a legjobban, hogy integráljuk azokat az embereket, akik nem 90-60-90, hanem valami más, és annak teret adunk. És szerintem... De hát az kell, hogy ne stresszeld a saját 90-60-90-es látványoddal minden divatlap címoldalán. Nem itt az elfogadást, az a saját, az önazonosság az, ami... Na de annak se tesz jót, hogy a minta az mindig olyan, ami biztosan nem ő. Persze, de hát a divatvilágban és minden máshol, szerintem minden szakmában megvan az a minta, aminek meg kell felelni. És ez a külső jegy, amiről most beszélünk, szerintem a mai világban már sokkal tágabb fogalom. És hogyha valaki a helyén van és önazonos, és tök mindegy, hogy mi a mérete, attól még szerepelhet kifutón, attól még lehet szupermodell. És szerintem ez a jó üzenet a jövő generációjának. Ha a te lányod modell akarna lenni, engednéd? Ismerve a világot és ismerve ezt a világot? Erről sokszor beszélgettem az anyukámmal, amikor én elkezdtem modellkedni. Anyu, te tudod, hogy én hova megyek? Hát, színpad közelében nem volt generációkon keresztül az én családom, tehát hogy nem még, hogy azt, hogy én repülőre ülök és kint. Elengedtek egyedül? El. Az elsőre? El. Elén egy... Mert nem tudták, hogy hova mész, vagy mert ennyire bíztak benned? Ez ugyanez a naivitás volt bennem is, mint bennünk, hogy jó, hát persze, mi baja lehet, elutazik, szerencsét próbál a legkisebbik, és neki indultam. Én rettentően bízom a gyerekeimben. Én ettől kezdve bármit szeretnének csinálni, én azt támogatom, mert remélem megvan az a tartás, az a motiváció, az a cél, az a munkamorál, amivel nem mehet félre. Amivel
önazonos marad. És ha ez a modellkedés, akkor mindenféleképpen segíteném az útját, ha bár egyedül nem engedném el. Te voltál bajban? Attól, hogy egyedül voltál? Hogy voltak, nem vigyázott rád senki? Voltak döntéshelyzetek is, és félelem is persze. 17 évesen, úgyhogy alig beszéltem a nyelvet. Fiatalon, egyedül, akkor még nem nagyon volt mobiltelefon, ha volt, és hol volt vétel, hol nem. Úgyhogy az anyukámmal szerintem 3 havontat beszélgettem, hogy mi van velem. A legrosszabb eset, amire emlékszem, és igazából én tényleg arra figyeltem, hogy munka, modellszállás, hogy például megfeleljek az olyan cégeknek, akinek kiosztották a feladatot, és én ott 100%-osan meg akartam felelni. Úgyhogy nekem ezek a szórakozó helyek, vagy bármilyen olyan dolog, ami veszélyhelyzetet jelentett, én a szállodaszobában aludtam. Tehát, hogy én hazamentem, mert tudtam, hogy nekem másnap munkám van. Vagy ami a legrosszabb eset volt, és akkor visszatérek itt, az a betegség. Mert akkor ott egyedül kellett azzal megküzdenem, hogy a helyi gyógyszernek, a magyar gyógyszernek a helyi gyógyszer megfelelőjét megtaláljam. Megtaláljam a gyógyszertárat, ha lázas vagyok, ha bármilyen más problémám van, akkor megtaláljam ott a helyi kapcsolatot. Úgyhogy nekem ez volt a legnehezebb. Persze elérhető volt az ügynökség, persze segítettek, de azért ott egyedül kellett azokkal a problémákkal megküzdenem. A modellszállás az milyen szállás? Ezek szerint nem az 5 csillagos szálloda. Nem, az a tipikus szállás, amikor hát egy kollégium szinthez tudnám hasonlítani, és eleinte, amikor még nem kerestem annyira jól, akkor igazából volt, nem tudom, 5-7 szoba egy folyosón, és egy tusoló a folyosó végén, és egy szobában 4-5 lány élt. Úgyhogy körülbelül ezt így kellett elképzelni. Azért ez nem az a világ, mint amit elképzelnek az emberek? Nem. És alapvetően is nagyon más, mint ahogy mi azt látjuk a kifutók alapján? Nagyon más. Szerintem az emberek, mivel nem látnak bele teljesen, túl misztifikálják néha-néha, túl van ez gondolva. Mert azt gondolom, hogyha egy normális értékkel érkező lány bárhol az ország világban megtalálja a helyét és jól dolgozik, abból lehet nagyon sikeres modell. De a siker, én azt gondolom, hogy ezeknek a lányoknak is néha teher. Mert amikor azt mondom, hogy persze én szeretnék a legjobb modell lenni, de a velejáróját nem tudja az ember, hogy nincs magánélet, a családodtól messze vagy, hogy a barátaidtól messze vagy, hogy neked kell mindig alkalmazkodni újként. De ez nem úgy működik, hogy én elmegyek mondjuk egy francia modellügynökséghez, és ők alkalmazkodnak hozzám, mert én megérkeztem, hanem nekem kell mindent beletenni, beilleszkedni, és ahhoz minden emberi erőforrásomat elő kell venni. Ha nem akarsz ott lenni, ha hiányzik a családod, ha beteg vagy, ha már nagyon fáradt vagy, ha már hónapok óta ugyanabból a bőrönből élsz, mert városról városra utazol, azért az rettentő lelki nyomást is tud, rak is az emberre. Persze, ahogy fejlődik a világ, fejlődnek az ügynökségek, és most már azt látom, hogy egy jó ügynökség, egy jó modellel nagyon jól tud bánni, tehát hogy azért még az én időben én foglaltam a jegyet, mondjuk az pénzsporolás miatt, mert volt, hogy bizniszre szólt a jegyem, és mondtam, hogy akkor én szeretnék egy kis plusz pénzt félrerakni, kérlek ne vedd meg, majd én megveszem a turistát, és a fentmaradó összeget pedig elrakom. Tehát, hogy most már a szupermodellek nem ezt csinálják, azért ez. Akkoriban még a szupermodellek is így laktak, mint ti? Nem, hát azért. Hát azért Naomi Campbell, azért szerintem ott nyilván nem a modellszálláson lakott a Koleszban. Nem. Kiemelt helyen voltak, de hát én nem voltam soha az a top modell, mint Naomi Campbell. Ahhoz mi kellett volna? Management? Igen, sokkal profibb, sokkal tudatosabb háttér. Az itthonról nem megy? Még akkor nem ment. Most már igen, most már nagyon jó ügynökségek vannak, nagyon jól felkészítik a lányokat. Tudják, hogy milyen munkákra bukkolják őket, tudják, hogy mennyit kereshetnek vele, tudják, hogy mit kell elérni, tudják, hogy mivel segítség a modell munkáját, hogy kitartás, vagy egy jó beszélgetés, vagy egy jó táplálkozási tanácsadó, vagy egy jó edző. Erre már szerintem specializálódni kell. Ez egy, ahogy sokan mondták, ez egy külön emberfaj, mert hogy mint ahogy a tévés szakmában, vagy a filmes szakmában is megvan a szakmának a kemény része, amikor tényleg 12, 14, 16 órákat dolgozik az ember fagyban, melegben, mert én is voltam Svédországban, repülő mellett fotóztunk egy italt, és nekem jégkockákon kellett állni, utána egy hétig feküdtem, mert nem tudtam lábra állni, annyira felfáztam, vagy a sivatagba fotóztak, leégett az arcom, vagy
tehát, hogy vagy megrugott egy ló, mert éppen a designer azt gondolta, hogy ló mellett kell. Tehát, hogy ennek is megvoltak azok a hátulütői, és megvannak a mai napig, azért mondom, mint minden más szakmának. Csak ez valahogy, mivel ezek a szép lányok mindig mosolyognak, mindig szépek, mindig tökéletesek, ettől azt gondolja az ember, hogy ez könnyű. Amikor a szép lányok mosolyognak, az valóban egy jó látvány, de igen gyakran lehet látni azt, hogy egy ilyen teljesen kiürített, kiüresített tekintetet várhatnak el tőletek. Egy picit el kell tudnotok játszani az igény szerint azt, hogy milyenek vagytok. Ezt hogy tanulod? Ehhez kell egy nagy alkalmazkodási képesség, ez az egyik, hogy 16 évesen pózolj úgy, mint egy 30 éves kismama. Tehát, hogy azért vannak olyan helyzetek, amik kell, hogy legyen minimális színészi véna, ha bár bennem nincs, de hogy valami minimális kell, hogy te szeresd a munkádat, és abba te tényleg megtaláld a helyed. Én nagyon sokszor volt az, hogy leültem a megrendelővel, amikor a fotózás volt, hogy mondd el nekem, hogy te mit szeretnél. Tehát hogy gondoltad el ezt a ruhát, hogy egy dög legyen ott, egy szexistennő, vagy legyen ott egy kedves tanítónéni, ezeket be kell mindig úgymond helyezni szerintem egy modellnek, amikor... De egy fiatal modell ezt úgy tanulja, mint egy fiatal színész, tehát áll a tükör előtt, és hol szexistennőt játszik, hol tanítónénit? Van egy tanulási folyamat, igen. Azt nem tudom, hogy egyedül áll a tükör előtt, vagy az ügynökség látja benne azt a fantáziát, amivel megtámogatja, és elmondja, hogy ezt így kell csinálni. Valahogy nekem jött, azt nem tudom, hogy hogyan hozzáfűzöm tényleg, tehát előtte soha nem szerepeltem színpadon, maximum az általános iskolába táncoltam, aki mit tudom. Tehát, hogy ennyi volt. Az, hogy te nem érezted magad főszereplőnek a kifutón, az azért van, mert nem is vagytok fontosak a kifutón? Vagy te nem vetted észre, hogy nem csak a ruha, hanem a Szabina is fontos? Ez annyira a tervezőtől és a munkától függ, képzeld el. Tehát, hogy hát a Nárai az tárolt benneteket. Ott királynőnek éreztük magunkat. Ott szerintem, és tudtuk, hogy biztonságban vagyunk, mert ha bármi problémánk van, a Tamás minket véd. Tehát, hogy egy eset vidéken mutattunk be, és egy vidéki szállodában szálltunk meg, és a Tamás volt a koreográfus, és lementem a recepcióra, mert valami folyt folyamatosan a fürdőszobában, és nem tudtam aludni, és pont lent volt még a lobbiban, és mondtam, hogy nem tudom, hogy valamit el lehetne zárni, a vizet, vagy hát azt nem lehet, őket nem érdekli, ő nem is tudja, meg a szerviz nincs is itt, tehát nem tudják megjavítani, úgyhogy ezt el kell viselnem. És felállt a Tamás, és odament, és azt mondta, hogy ennek a lánynak holnap 12 órát színpadon kell lennie. Ha nem oldják meg, akkor én lebontom a WC-t, és magához kapott a recepciós rác, és fél óra múlva meg volt oldani. Milyen érdekes, meg lehetett oldani. Meg lehetett oldani. Tehát, hogy azért mondom, hogy mi a Tamásnál, igen, volt ez, amikor királynőnek éreztük magunkat. És szerintem a helyünkön is kezelt nagyon sokszor. És nagyon sokszor voltak azok az alapszabályok, ami szerintem a munkamorálomban nagyon sokszor visszaköszön, hogy már pedig azért vagyunk itt, hogy dolgozunk, akkor ne gyere be, ne nyisd ki az ajtót, vagy ne akard. Mert nem kell minden, de a sikerért meg kell dolgozni. Az szerintem tévhit, vagy még senkinek nem adták ajándékba. Én legalábbis nem hallottam olyan emberről, akinek egyik napról másikra felébredt, és azt mondta, hogy ő sikeres. Mondtad az elején, hogy nagyon sok rossz képzet tapad a modell szakmához. Anorexiás lányok, bulimiás lányok, fizikailag teljesen tönkrement modellek. Te ettől nem tartottál soha a saját életedben? Nyilván neked is kellett diétáznod. Hú, igen, nagyon sokszor kellett sanyargat. Én azért hízékony típus vagyok, tehát a családomban nagyon sokszor előfordul a túlsúly és a súly probléma. Nekem a modell évek alatt tényleg az volt, hogy akkor diétás üdítő víz, egy alma vagy két alma, mert mondjuk egy bikini bemutató, vagy fotózás, vagy hétfőnként, amikor mentem az ügynökségre az itineremért, hogy milyen castingokra kell menni, akkor ott vártam mérőszalag, és mértek reggel. Mérlegelés volt reggelente? Igen. A sportban? Pontosan. Úgyhogy ezért mondom, hogy fel van ez a szakma egy kicsit olyan dolgokkal öltöztetve, ruházva, ami amúgy a sportolóknál, de akár egy jogi egyetemet végzőnél is. Hát, hogy az, hogy abba hagyod a tanulást két óra múlva, mert elfáradtál, ez nem lehet, hogyha neked vizsgád van. Akkor te ott ülsz, és tehát, hogy minden szakmának megvan ez a... Ez persze igaz, csak nem ideig be lehet belehalni, mondjuk az anorexiába bele lehet halni. De... Hát láttunk már ilyet. Igen, de nem csak modellek anorexiás. Ez igaz. Tehát, de sokat éheztél? Igen.
És képes lennél rá újra? Elfáradtam. De ennek a bőjtnek megvan az a hozama, amit én most nagyon szeretek csinálni. Tehát, hogy én tudtam, hogy mit teszek és miért. A munkámért, mert szeretem, mert pénzt lehet vele keresni. Tehát, hogy én egy olyan szegény családból jöttem, ahol a munkamorál az teljesen elvárt volt, hogy igenis a pénzedet meg kell dolgozni. Tehát, hogy nálunk, amit az én lányaim most nem is értenek és nem is tudják felfogni, nekem a sportcipőmért meg kellett dolgozni. Tehát, hogy nekem azért újságot kellett hordanom, nekem én a lenti boltban, egy 3 emeletes házban laktunk, és az alsó szinten volt egy vegyes kereskedés. Én 6. koromtól kezdve én polcot pakoltam, hogy tudja, hogy legyen valami pénzem. Úgyhogy... És úgy is tervezted, hogy ott fogsz dolgozni? A családi vegyes kereskedésben? Nem sajátot szerettem volna. Tehát, hogy azt elképzeltem, hogy saját magamnak csinálok egy szatócsboltot Tatabányán. Én úgy, az volt a terv, mielőtt megkocogtatták a vállamat. Arra emléksz, hogy az első nagy pénzből, amit megkerestél modellként, abból mit vettél? Két dolgot vettem, egy szvacsórát és egy Nike cipőt, egy kosaros Nike cipőt. Ezek voltak a vágyak. A vágyak megkosaraztam, és Michael Jordan volt az álom, az Isten, és azon a Nike cipon rá volt a száma, és az ő kis monogramja. Nike Air. Igen. Bizony, hogy ez, illetve a szvacsóra. Nagyon szeretem az órákat. És otthon nem mondták, hogy lányom, gyűjtögess inkább, add haza, majd mi összeszedjük a pénzt, ne költsd el hülyeségekre. Ki tudja, mennyi ideig tart ez? Bizony, ezt nagyon sokszor megkaptam, illetve azt, hogy... Nem értették, hogy én hogy viszek haza annyi pénzt. Tehát, hogy mi az a munka, amivel ennyit lehet keresni? Édeslányom, tehát hogy mondd meg, hogy mit csinálsz. Féltek, mondom, igaz? Persze, nagyon, hogy velem mi történik ott. Talán most kerültek képbe, tehát hogy most a családom most van úgy ott, hogy felfogták, hogy mit építettem fel, de a modellkedést nem tudták megfogni, nem értették, hogy egy fotózáson mit lehet 12 órát dolgozni, miért fáradok el, és hogy miért kapok mondjuk 3-szor annyit, mint az anyukám a hónap végén. És ez egy munka. És elkezdtem gyűjtögetni, lettek célok, és akkor ezeket a problémákat, mint például önsanyargatás, ezt nem úgy fogtam fel, hogy az életem legnagyobb problémája, hanem hogy meg kell felelnem a munkahelyemen. Valamikor sikerült, valamikor nem. Az, hogy sikeres üzletasszony vagy, az mennyire köszönhető annak, hogy modellkedtél? Tehát, hogy meg kellett tanulnod egy másik fajta gondolkodásmódot a világban? Én nagyon hálás vagyok annak az útnak, amit én bejártam, és a legmélyebb bugyrainak, és a legjobb, legkellemesebb pillanatainak is. Mi volt a legmélyebb? Amikor nem tudtam elutazni egy másik munkára, mert lebetegedtem, és senkit. Tehát, hogy mobiltelefonomról nem tudtam telefonálni, és ott pacogtam egy szállodaszobába, ez Athénban volt. És akkor 2 napig rám se nyitották az ajtót. És akkor a 3. nap a takarítónén kérdezte meg, hogy te még nem jöttél ki ma. És mondtam, hogy nagyon beteg vagyok, és nem érek el senkit. Úgyhogy az megtanított arra, hogy soha ne legyek kiszolgáltatott helyzetben. Az megtanított mindig arra, hogy minimális pénz, és akarhat az ott legyen, hogy én ott fel tudjak állni, vagy tovább tudjak menni, ha kell. Eszedbe szokott ez jutni? Például ez az athéni emlék? Sokszor. Mi hozza elő? Az olyan helyzetek, az olyan szituációk, amiket mondjuk én nem tudok kezelni, azok nagyon sokszor. Más emberek gonoszsága. Vagy talán, hát... Igen, talán a más emberek gonoszsága, illetve amióta gyerekeim vannak, azóta az, hogy az én gyerekeim soha nem kerülhetnek ilyen helyzetbe. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen védelmi faktort nagyon hatásosan beépített az én életembe. Nem szeretnék, és úgy érzem, hogy nagyon jó irányba tartok a felé, hogy soha ne legyek kiszolgáltatva, ha bár soha nem mondjuk azt, hogy soha, de azon az úton vagyok, hogy erre nagyon figyeljek, hogy senkinek soha ne legyek kiszolgáltatva. Ez a pénzügyi függetlenség is alapvető, nyilván. És én nagyon rendszer szerető ember vagyok. Én nagyon szeretem azt, hogyha látom, nem kell évek leerről látni az álmaimat, a sikereimet, vagy hogy mit szeretnék elérni. Én hétről hétről, hónapról hónapra építkezem. És ami megvan, ahhoz nagyon-nagyon ragaszkodom. És ez lehet anyagi, ez lehet státusz, ez lehet bármi, amit én, fizikai állóképesség, tehát hogy azért ezeket én mind rendszerbe használom, kezelem. És az, hogy én
például nekem két gyerekem van. Gyerekkoromban ötöt szerettem volna, de valahogy ez, amikor két kezem van, két gyerekem van, veletek érzelmileg, lelkileg, fizikailag, anyagilag végig tudom vinni az életem, és tudok nektek segíteni. Nem biztos már egy harmadikat úgy tudnék 100%-osan vállalni. Lehet, hogy maximalista vagyok, és nem kell ennyire végletesen felfogni a dolgokat, de ott akkor aznap éjszaka megfogadtam, hogy én ezt nem hagyom sem magamnak, sem másnak, hogy ilyen helyzetbe kerüljek. Mi volt a legjobb, ami történt veled valaha? Van hát, olyan amikor... pillanat, ami ezt nem lehet elfelejteni? Nagyon sok. Amikor Monte Carlo-ban jártam, és beülhettem az egyik Ferrari autóban. Az? Igen. Hát ez ott a pályán, ugye ilyenkor le van zárva Monte Carlo, mindenki ott szeretne lenni, és én beülhettem az egyik Ferrari-ba. Tehát, hogy az egy... Na, de mentél is? Nem, hát azért... Értem. Sajnos nem. Értem. Sajnos nem. Azért mindennek van határa. Van. Úgyhogy igen, vannak nagyon szép pillanatok, amikor azt is nagyon szeretem, amikor egy jól sikerült közös munkát megnézünk, amikor a tervező is nagyon örül. Ezért például Tamással nagyon szerettem dolgozni, mert nem rejtette véka alá, amikor valami nagyon jól sikerült. Nárai ma egy sikeres író, sikeres festő és egy pálya elhagyó divattervező. Mi az, amit ő tud? Most ugyanez a műsor nem róla szól, de egy kicsikét mégiscsak benne van a te életedben. Mert hogy ha azt mondom, hogy mentorként emlékezel meg róla, igen, akkor azért neki van szerepe abban, hogy az vagy aki. Szerintem a maximalizmus és a profizmus, ami nála egy olyan jó kombót hozott elő, hogy bármibe kezd, szerintem ott ő helyt áll. És ezt te megpróbáltad eltanulni? Azért kérdezem, mert ugye neked is vannak olyan feladatai cégvezetőként, ami ezeket igényli. Igen, megtanulni igazából ennek a metódusát, a folyamatát, az, hogy mit várok el a másiktól, vagy mi az, amikor én, mint vezető felelek több emberért, talán azt le tudtam másolni, és be tudtam helyezni az én vállalkozásomba. De a modell szakma nem hasonlítható össze az üzleti élettel, az üzleti világgal, hisz olyan sok minden külső tényező van rá hatással az én vállalkozásomra, az én befektetéseimre, ami sokkal több rétű, mint hogy akkor, mint modell megfeleljek az elvárt paramétereknek. Szokás szerint elegáns vagy. Köszönöm. Amikor te modell lettél, akkor is tudtad, hogy az mi? Vagy ezt például az alatt a 10-15 év alatt tanultad meg, amit a kifutón töltöttél? Képzeld el, hogy amióta normális életet élek, és nem modell vagyok, azóta kezdtem el csinosan és elegánsan öltözni, mert annyira sokszor volt rajtam elegánsról, annyira sokszor sminkeltek, annyira sokszor ültem fodrász keze alatt, hogy amikor nem dolgoztam, akkor én egy formel és egy pólóba, vagy egy flip-flopba jártam az időjárástól függően. Tehát, hogy nagy kabát, sapka, smink nélkül, engem a metró nem biztos, hogy megismertek volna, hogy én modell vagyok. Maximum azért néztek, mert magasabb vagyok az átlagnál. De hogy akkor nem figyeltem oda egyáltalán. Nekem az volt a munkám, hogy én arra a fotózásra csinos legyek. És fordult a világ, és én most már Tomán Szabina vagyok, aki ha leül, mondjuk nem tudom piknikezni a családdal, sportcipőbe és pólóba, akkor oda jönnek, és azt mondják, hogy ez is jól áll. Vagy azt mondják, hogy hú, hát azért megszoktam azt, hogy csinos ruhába látlak interjún fotózásokon. Olyan fura. Értem. De hát akkor nem válaszoltál igazán, de azért értem. Viszont az, amit... Akkor ez megmagyarázza, hogy miért látunk fotókat, ilyen paparazzi képeket modellekről, hogy úristen, hogy néz ki, hát örül végre, igen, hogy így nézhet, igen, ki. Igen. Tehát, hogy ezt sem értjük jól, igen, hogy végre felszabadultad önmaga. Igen, arról nem beszélve, hogy azért tényleg 12-14 órát sminkbe, hajba, néha a konty úgy fáj, hogy a csattól vérzik a feje. Tehát, hogy azért ezek olyan helyzetek és szituációk, amikor... Ilyenkor nem lehet nemet mondani? De lehet nemet mondani. Egyszer. De hogyha beleszúrták azt a csattot, az akkor is fáj. Tehát, hogy hiába mondod azt, hogy legközelebb légy szíves óvatosan figyelj oda. Oda figyel, persze nem direkt csinálja. De hát ez előfordul, vagy amikor a varrónő, amikor próbálsz, akkor véletlenül a tűt azt úgy párszor. Igen, igen. Vagy a cipzárt, amikor húzza fel a két oldalamon, hányszor csípték be véresre a bőrömet, mert rohanni kell az öltözés alatt, és előfordulnak ilyen minimális balesetek. És akkor kimész mosolyogni. És kimegyek mosolyogni, visszajövök, vagy amikor kisebb cipőt adnak rám. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor igen, amikor azt mondom, hogy olyan jó, hogy végre papucsba lehetek. Tehát, hogy igen, ez egy olyan helyzet, amikor így...
így nevet rajtam a nővérem sokszor, hogy nézi a címlapokat, és rám néz vasárnap ebéd közben, és én mondom, te jó ég, édesem, hogy nézel ki? És mondom, hát ez vagyok én, igen. És ez kell. Kell, hogy feltöltődjünk, kell, hogy elengedjük magunkat, mert mi sem vagyunk tökéletesek. De törekszünk rá. Dolgozunk rajta. Mondhat egy modell nemet? Egy ruhára mondjuk, hogy ez annyira ocsmány rajtam, hogy ezt kikérem magamnak, ilyen van? Nem minősíthet, de például, hogyha ő nem engedi, hogy láttassék az a testrésze, akkor először megkapja azt, hogy akkor miért modellkedsz. Tehát, hogy ha nem akarod, hogy átlátszó ruha legyen, persze, például. Akkor te ezt miért jöttél, hisz ez az én kreációm, neked az a munkát, hogy te ezt felvedd. Ha vagy olyan kapcsolatban a tervezővel, akkor meg tudod vele beszélni, de nagyon, ha elvállaltad a munkát, akkor sajnos nincs az, hogy nem. Hogy volt neked olyan, hogy szégyelted magad a kifutón? Hát nagyon sokszor eszembe jutott, hogy hú, ezt az anyukám látná. Ezek az átlátszók. Meg a nincs is szinte. Nincs is, meg volt az, hogy levágták a hajamat, és az egyik oldal ilyen hosszú, a másik olyan, és hát azért voltak helyzetek, amikor azt mondtam, hogy hú, ez biztos kell. De hát akkor ő azt gondolta, mint megrendelő, hogy igen, ő így tudja megvalósítani az ő álmát. És ez egy furcsa helyzet, mert ő rád gondol. Tehát, hogy itt van ez a ruha, és akkor én ezt a Szabinára akarom ráadni. Te meg azt mondod, hogy hát ezt a ruhát ne add rám, mert ez semmi közöm hozzá, és ez a két dolog, ez nagyon nem kell, hogy ugyanaz legyen. De ha ő azt látja rajtam, vagy bennem, hogy ez a ruha, ezt én tudom hát legjobban képviselni, akkor el fejet kell előtte hajtani. Tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy ez megint csak egy munkamorál. Tehát, hogyha nem gondolok bele, és azt gondolom, hogy én vagyok a szupermodell, és azt mondom egy tervezőnek, aki odahívott a munkájára, és rám képzeli, rám alkotja a ruháját, és azt mondom, hogy ne haragudj, de ez nem én vagyok. Hát ezt nem tehetem meg, de elkölcsileg sem. Tehát, hogyha elmegyek dolgozni, tehát most... Nem, nincs az a helyzet. Van az a helyzet, amikor azt mondom, hogy vannak dolgok, amiket nem képviselek, nem mutatok be állatszörmét most már, de évekkel ezelőtt, 20-30 évvel ezelőtt még nem voltak ezek, sőt, akkor ment a nagy divatba, hogy mindenki szörme bemutatóra ment. Most már én mondhatom azt, hogy figyelj, nem, ezt nem szeretném. És szoktak nem... még hívni, hogy mutass be valamit? Igen, de hát a régi tervezők, igen, és ez mindig nagyon jól esik. Ezt nagyon... És nem is csábulsz el már? Időhiány miatt nem tudok, fókuszálok a munkámra, és egy napot nem tudok ott lenni sajnos, mert azt vagy a munkám, vagy a gyerekeimtől, vagy a munkámtól veszem el, és sokkal fontosabb, hogy én ott üljek és döntsek, mert most már közel 100 ember megélhetése a Tomán, és akkor még a befektetésekről nem is beszélek. A Tomán. Igen. Ez milyen fura, ez a neved. Igen. A Tomán. Kezdve, hogy nekem már nem évekig az volt, tehát hogy amikor ültünk valahol és beszéltünk, hogy én is tománozok, meg hú, de finom ez a tománleves, az a tománleves. Most már, hogyha diétázok, akkor én is mondom, hogy kérek egy tománszeletet. Teljesen átírom. El tudod vonni a kettőt egymástól. Igen, ha bár a személyemet a cégből próbálom kiemelni, és hogy ne legyek ennyire fókuszban, mert szeretném, hogyha ez a cég, ez nélkülem is jól működő vállalkozás lenne, de hát mindennek megvan az előnye és a hátránya, és én magamra húztam egy ilyen brendet, egy ilyen... De hát pont azt mondtam, valakivel beszélgettünk rólad, hogy ez mennyire tökös vállalás volt, hogy a neveddel vállaltad el, és nem adtál valami fantázia nevet, valami, na most aztán nagyon lefogysz diet, nem tudom micsoda, hanem azt mondtad, hogy ez a Tomán. És innentől kezdve van egy arca a történetnek, tehát számon kérhető vagy. Bizony, minden ez vagy. Ez egy nagyon fontos pillanata lehetett annak a döntéssorozatnak, hogy te vállalkozó legyél. Bevallom őszintén, amikor meghoztam ezt a döntést, én nem voltam nagy vállalkozó, max volt két segítségem, akivel dolgoztam, de nem voltam nagy vállalkozó, és nem is törtem ilyen bőrökre, hogy én majd akkor... ott szerepelek olyan befektető műsorban, vagy olyan üzletemberek között, hanem én terveztem magamnak egy olyan kis burkot, amiben megélek, ami jó munkaminőséget ad, adok valamit az embereknek, a gyerekeimmel jól tudok együttműködni, a munka nem megy a gyereknevelés rovására, és stb. És akkor most így, amikor már nem minden fölött én döntök, amikor már szerencsére vannak olyan vezetőim, akik szuper emberek, de hibáznak. A nap végén mégis a Tomán a hibás. A nap végén mégis én rontottam el, ha több millió darab terméket gyártunk, és a gyártósoron két zacskóban mondjuk 25 gram helyett 10 gram van, és a milliós nagyságnál, mert ugye minél nagyobb a háló, annál több hiba, illetve furcsa halak keverednek. Így, tehát még mindig én kérek elnézést a vendégtől, amikor azt mondja, hogy figyelj, ebbe csak fél tasak volt, vagy üres tasakot kaptam. Ez meg téged szíd? Hát persze. Tud nevesíteni. Hát persze, ezt nagyon sokszor megkapom, hogy nekem a Tomán nem hatott, vagy nem sikerült, vagy nekem
nekem ez nem jó diéta. És mondtam, hogy semmi probléma, mindenkinek más. Tehát, hogy ez nem lehet mindenkire ugyanazt a kabátot. Ja, hogy a tiéd se olyan, hogy biztos, hogy hat. Képzeld el, hogy én azt gondolom, hogy az emberek, és nem tudom azt mondani, hogy az emberek a hibás, hanem a világ, mert hogy igenis vannak olyan tévhitek, olyan marketing fogások, amivel elhitetik az emberre, hogy egy kapszulától tényleg örökre megváltozik, és 10 kilóval kevesebb lesz, és az soha nem jön vissza. És tényleg nem kell semmit csinálni érte, csak bekapni azt a kapszulát. Ne sportolj egyél nagyokat. Maradj így nyugodtan, tök mindegy, hogy mitől jött fel ez a 30-40 kiló, ha ezt bekapod, ezt a kapszulát, akkor ettől meg fog szűnni. Nem. És szerintem nem is jó ez az irány. De annyira sok csalódás érte azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva túlsúlyt cipelnek, hogy egyszerűen amikor találkozom velük, akkor annyira önértékelési problémában vannak, és ez ráhat mindenre, kihat mindenre. Én nagyon sok női vendégem van, és az évek alatt nagyon sok változást, állásváltoztatást, nagyobb pozícióért elkezdett tényleg menni, mert hogy tudta kontrollálni a súlyát. Tudta, hogy mit miért tesz. Miért hízok, miért fogyok. De hogy tartod velük a kapcsolatot? Az képtelenség. Hát most már nem én tartom velük a kapcsolatot. Nem 20 ügyfeled van, hanem nem tudom, azt hát te tudnál megmondani. Most már több mint 15 ezer. Igen, tehát 15 ezer nővel és férfivel nem lehet kommunikálni egyszerre. Ezért építettem ki, és megint csak ennek előnye és hátránya is van, hogy személyes konzultációt. Tehát, hogy nem szerettem volna polcról levehető terméket a Tománból. Úgy nem is lehet? Hát van online boltod most már, tehát végül is lehet. Van online boltom, de a szakaszos diétát ott se lehet igénybe venni. Tehát, hogy aki szakaszos diétát szeretne igénybe venni, el kell menni. Most a 28 szalon van az országban, tehát kiépítettem azt a rendszert, hogy mindenkinek elérhető legyen. Be kell menni, kell egy mérést, kell egy státusz, mert most már nem csak arról beszélünk, hogy milyen szénhidrátokat, milyen cukrokat eszünk, hanem milyen egészségügyi problémáink vannak. Tehát, hogy olyan sok összetevője van egy állapotnak, akár túlsúly, akár vékony, tehát, hogy ez nem lehet online két klikkel megoldani. És nem minden csodaszer hat mindenkire. Voltak éppen te mit találtál ki? Mert a már sokszor elmondott történeted az arról szól, hogy a gyermek születése után belenéztél a tükörbe, és rosszul voltál a látványtól. Igen. Ezt szerintem nagyon sok nő megérti, mert a szülés után ezt nagyon sokan átélik, és találtál valamit, ami működött. Azt csinálod most is? Azt csinálom most is, de nem abban a formában. Sokkal tudatosabban, sokkal több szakmai embert vonok be, akár termékfejlesztésbe. Ott nem fejlesztettem akkor még terméket. Tehát, hogy nem titokfehérje diétával fogytam le akkor, de akkor volt 5 íz, most van 80 ízünk. Akkor én próbáltam kitalálni, hogy hogy csináljam. Most körülbelül van 35 olyan szakember, okleveles Tomán konzulens, aki tudja a kérdéseidre a választ, aki segít neked. Neki miből kellett vizsgázni, hogy okleveles legyen? 3 napos tanfolyamot kellett elvégeznék dietetikus gasztroenterológussal, sales marketing és vállalkozástanból, és hogy konzultál. Tehát ugye ezt végig, csak az nyithat Tomán szalont az országban, akinek megvan ez a minősítés, ehhez ragaszkodom. Mert hiába van mögöttünk nagyon sok olyan jó szakmai ember, mégiscsak ők képviselnek minket országon több szalomba. Úgyhogy ez az előnye és a hátrány az én vállalkozásomnak, mert kilőhetnék, hogyha most ez az új webshop őrület és online őrület menne, és azt mondanám, hogy akkor tessék, mindenki viheti, de nem érnénk el sem ilyen minőséget, sem ilyen mennyiséget azzal, mert látom, hogy gombamódra szaporodnak ezek az online csodaszerek, 3 ízben, 4 ízben, 5 ízben, nincs új a nap alatt, de azok egyszerűen egy idő után ki is halnak. Tehát amilyen gyorsan megjelentek, olyan gyorsan el is mennek. És az, hogy a mi vendégeink tudják, hogy bármikor nyitva van az ajtó. Ez egy rettentő nagy bizalom, és mi foglalkozunk. És éppen tegnap egy belgyógyásszal beszélgettem, mert fejlesztünk csomagokat, és így mondta, hogy tudod, Szabina, mi az, amiben jók vagytok? Az, hogy én is rábíznám a konzulensemre a döntéseimet, a válaszadásokra várok. Arra, hogy ő kontrollál engem. Mert a súly, az étkezés öröme, az, amit én megpróbálok elvenni tőlük. Mert mint belgyógyász azt kell mondanom, hogy innentől kezdve ezt nem eheted. És te pedig azt mondod, hogy eheted, de ilyen formában, vagy eheted, és segítesz. Mindenre és van megoldás? Mindenre van egy csavar, hogy jó, azt neked nem szabad, de...
én így készülök. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy én imádok enni, és ez az evés szeretetem, és az étel iránti vágyom. Az egy modellnél nagy előny lehetett. Hát sajnos, igen. És én nem akarok mindenről lemondani. Én nem szeretnék ízekről lemondani. Van, amiről lemondtál mégis? A modellkedésem. Vagy úgy egyáltalán. Tehát, hogy tartsd magad. Persze, vannak a mennyiség. Vannak dolgok, amiket a mennyiség nem. Például az, amiről lemondtam. Tehát, hogy most már nem eszek meg egy egész pizzát. Most már csak felett. De a kedvenc pizzám. Persze, mert a két gyerek eleszi előled. Az is igaz. Az is igaz, de hogy vannak dolgok, ami olyan kompromisszum, amit magadért meg kell tenni. És ahogy a doktor urat is hogy idézem, igen, azt mondta, hogy annyira jó, hogy ebben a rohanó világban valaki foglalkozik azzal az emberrel, aki változtatni akar, és mi foglalkozunk velük. Neked van még személyes páciens? Nyilván az elején volt. Sajnos nincs. Senki? Ez volt a teljesen leválasztottad magadról ezt a részét? Ez úgy néz ki, hogy ha jön egy-egy kedves ember, akkor beülök, de már nem én viszem végig sem a mérést, sem a konzultációt, de megyek, megnézem, ellenőrzöm, ránézek, megkérdezem, hogy van, ha találkozunk, mindenféleképpen egy-két tippel segítem az útját, de sajnos már nincs rá időm. Tehát, hogy az a döntenem kellett és priorizálnom, és ez volt a legutolsó olyan vágás döntés az én alapkoncepciómhoz, amit én igazából kőbe véstem, hogy igenis én mindent is szeretnék csinálni, nem szeretnék nagyra nőni. Voltak olyan dolgok, amitől azt mondtam, hogy csak 3-4 szalon legyen Magyarországon, mert hogy azt tudom kontrollálni, velük tudok olyan lenni, amilyen szeretnék lenni, és a növekedés útjába viszont nem akartam állni. Tehát, hogy amikor a mókuskerékből egyszer csak kinéztem, és azt láttam, hogy 15 szalon Magyarországon, húha, akkor kell valaki. És akkor elkezdtem megkeresni a legjobb szakembert, a legjobb olyan segítséget, aki az adott adhok problémára megoldást nyújtott. De soha nem engedem, hogy egy olyan idegen ember jöjjön be az én vállalkozásomba, cégembe, akivel mondjuk én nem találkozom. Az működik, hogy lepasszolod a munka egy részét újabb és újabb emberekre, mert a legtöbb self-made mennek a legnehezebb problémát az okozza, hogy ő kezdte el egyedül az egészet. Mindent ő tudott mindent a legjobban. Igen. És most van erre is, meg arra is, meg amara is egy ember, aki már nála jobban tudja, de hát nem tudja jobban, az enyém. Igen, az én nevem. Tehát, és a te neved? Ez egy dupla csavar, mert hogy ő azt gondolja, hogy értem teszi, és csak értem, és csak a Tománér, és mint vállalkozóért, és mint bevétel, és a siker érdeme, és mégis ő ül a képernyőn, de én nyitom minden nap ki a szalon. Tehát, hogy azért ezeknek megvannak az előnyei, hátrányai, de azt gondolom, hogy miután... Ez egy rettentő, nehéz dolog egy vállalkozónak átadni a feladatot, tanulni kell. Nagyon nehéz a tanulás és a kompromisszumkötés. Hát, hogy azért, mert én tudom, hogy az nem így lett volna, tehát, hogy van ez a 80-20 szabályom, ami 80%-ban mindenem rendszer, mindenem úgy van, ahogy én szeretném, és 20 az adhok. Ugyanilyen, hogyha kiadok egy feladatot. Ilyen Excel táblás vagy? Nem szeretem csinálni, de szeretem betartatni. Akkor az, végül is igen. Az a baj, mint vállalkozó, hogy az Excel tábla mindent elbír. Igen. És én nem akarom alakítgatni. Én azt akarom, hogyha egyszer én azt leírtam, és az működik, akkor ott az úgy menjen véghez. És az Excel tábla két klik, és máshogy látod a világot, más a beszerzés, más. Tehát, hogy azt én így nem szeretem, de közben pedig határidőnaplók, szabályszerűen, következetesség, ezek nagyon fontosak. De amikor kiadom a munkát, akkor nem azt várom, hogy 100%-osan csinálják meg, hanem bízom abban az emberben, aki megcsinálja, és tőle a maximálisat várom el. A te társadalmi szerepvállalásaid, azok jobbrészt azzal függnek össze, hogy női vállalkozó vagy. Igen. Tehát ezzel a státusszal van neked a jelek szerint dolgod. Mert női vállalkozónak lenni az tényleg nagyon más, mint férfi vállalkozónak? Én azt látom az elmúlt időszakban, illetve az évek során, hogy például egy Balogh Leventétől soha nem kérdezték meg, hogy és hogy oldod meg a gyereket. Ez már egy nagyon fontos kérdés. És egy bélyeg. Ahelyett, hogy a gyerekével lenne, ahelyett itt. Vagy ezek a nagyon kedves hozzászólások. És az sem baj, hogyha valaki, sőt, ha valaki a gyerekével van otthon, az sem baj, hogyha valakinek nincs gyereke és karrierje van. De azt gondolom, hogy a női vállalkozó létje Magyarországon olyan kompromisszumok, olyan helyzetekbe hoznak engem, az én saját tapasztalatomról beszélem, lehet, hogy mások nem így élik meg, de én azt látom, hogy az elmúlt időszakban a nagy üzleti emberektől, a nagy emberektől soha nem kérdezték meg, hogy és akkor
mi van a gyerekekkel, vagy mi van a háztartással. Tehát, hogy igen, van dolgom még vele. És nem biztos, hogy ez lesz az én dolgom, mert a gyerekeimnek nem azt szeretném megtanítani, hogy mérlegeljen, hanem természetes legyen mondjuk a férfi üzlettársaknak, vagy a férfi vezetőségnek, hogy igen, ez a nő, akit felvettünk, szülhet, elmehet gyesre, de van egy partnertársa, aki segíti ebben, úgyhogy nem lehet veszély állapotként kezelni egy fiatal nőt, vagy egy több gyerekes anyát egy munkahelyen. Hát ha van olyan partner, mert ugye ez meg annak a kérdése, hogy a családmodell hogy működik, tehát hogy két egyenrangú fél van-e a családban, és közösen mondjuk a gyereknevelés problémája, vagy az a női, és punktum. Igen, úgyhogy azért mondom, hogy a női vállalkozók létét nem csak ennél így szeretném megfogni, hanem ott is, hogy például két lányom van, és én nagyon örülnék neki, hogyha a versenypiacon ugyanannál a rajtnál, ugyanolyan esélyekkel, ugyanolyan fizetéssel állnának fel, és a célért ugyanúgy megküzdenének, mint a férfi társai. Neked az előny volt, vagy hátrány, hogy ismert voltál modellként, mikor üzletasszony lettél? Hátrány. Nem nyíltak könnyebben az ajtók? Nem. Üzleti szempontból nem. Üzleti szempontból még mindig nagyon sokat kell mutatnom, nagyon sokat kell bizonyítanom. Kinek? Azoknak az embereknek, akik azt gondolják, hogy egy szép válfa vagyok, és a mai napig nagyon sokan így gondolják, hogy a modellkedés persze hát adottság, hát egy 79 magas, szép lány, szép az arca. És most így, ahogy folyamatosan... És nyilván ennek köszönhet mindent. Persze. Ez is benne van. Jó, de hát köszönhetem az apukámnak, aki sajnos nagyon korán elment, köszönhetem a partneremnek, a társamnak, köszönhetem a nem... Tehát, hogy mindig valakinek köszönhetem, és volt egy-két olyan kérdés, ami azért szíven szúrt, miközben olyan emberek között ültem már, akik ugyanezt elérték. És férfiak. Férfiként, igen. És akkor az volt, és megkérdezték, hogy mi lenne, hogyha a partnerem nem lenne holnaptól. Mi lenne a céggel? És így néztem a kérdésre, és azt mondtam, hogy nem értem a kérdést. Tehát az én vállalkozásomban én vagyok egyedüli tulajdonos, én felelek mindenért. Ez az enyém. Hogyha magánéletem nem úgy alakul, persze nagyon szomorú leszek. De az, hogy én kivel, hova és mikor megyek, az nem befolyásolja a cégemet. Na jó, csak ez a kérdés persze nem erre vonatkozott, hanem arra, hogy hát nyilván attól van neked céged, mert pontosan. Van egy menő férjed. Pontosan. Úgyhogy ezeket a bélyegeket én folyamatosan megkaptam. Tehát, de nem csak Magyarországon, amikor én Franciaországban gyártottam a termékeimet, és amikor kimentem a holding cég vezetőjével tárgyalni, hogy én szeretném ezt és ezt a területet kizárólagosan, akkor így leültünk, és mondtuk, hogy akkor jó, akkor kezdjük el a tárgyalást, és mondtam, jó, persze, kiosztottam az én igényeimet, leveleimet, ügyvédi, jogi kérdésekben a válaszokat, amiket előtte megkérdeztek tőlem, és akkor vártunk. És mondtam, hogy elkezdhetnénk? Hát még Mr. Tomán nem érkezett meg. És így ülök, és nem, én vagyok, tehát hogy én vagyok a tulajdonos. Tehát hogy azt hitték, hogy valami szép. Kedves, és európaiak, és azóta ezen mondjuk nevetünk, tehát hogy ezen viccelődünk, hogy Mr. Tomán vagyok, de hogy akkor abban a helyzetben... Egyszerűbb lett volna bemutatkozni a főnök titkárnőjeként ennyi erővel. Képzeld el. Úgyhogy ezeket a bélyegeket, figyelj, az emberek szerintem alapjában nem rosszak. De van egy képi világuk, és van ez első megítélés. És az néha nagyon elvisz más irányba. Tehát, hogy én ezt nagyon sokszor tanulom, akár egy üzleti tárgyaláson, vagy egy állásinterjún, hogy ne az első benyomásomra hivatkozzak, vagy legyen az a döntő. Na most akkor ezek után behúzott nyakkal kérdezem meg, hogy és egyébként az fontos egy vállalkozó nőnek, hogy mi van otthon? Nagyon. Mert a férfinél szokták mondani, hogy nem mindegy a családi háttér, hogy egy gondoskodó feleség, aki rendbe tart otthon mindent. Igen. Ugye ez is a közhelyek egy része. Tehát persze, hogy sikeres, hiszen... Minden férfi, sikeres mögött, férfi mögött áll egy nő. Igen. Hát a siker része, hogy hát ott van egy asszony otthon. Igen. De fordítva ez hogy működik? Ahogy előbb említetted, jó partner. Mert hogy nálunk például a vasárnap délután mindig úgy néz ki, hogy kinyitjuk a határidőnaplónkat, és akkor szépen nézzük. Egyeztettek. Egyeztetünk, hogy kinek milyen megbeszélése van, ki megy a gyerekért, mi az, ami a közös program, tehát hogy folyamatosan, és van, amikor én vagyok többet otthon, van, amikor az én férjem van otthon többet, de azt gondolom, hogy egy partneri együttműködés nélkül nem menne az se. Tehát, hogy igen, jól fogtad meg, hogy ez családtól is függ. De azt gondolom, hogy az én saját tapasztalatomból, én felvállaltam azt a modell szakma után, hogy én családanya leszek.
Én tudom, mi az előnye és mi a hátránya annak a pozíciónak. Tudatosan léptem meg ezt, hogy én nem leszek csak családanya, hanem üzletasszony, hisz akkor már ugye működött a cégem, Sophie 4 éves, úgyhogy akkor már egy közel 500 milliárdos cégnek voltam az egyedüli tulajdonosa. És én úgy készültem arra, hogy igenis ez a határ, ez a munka, és ez pedig a család. Nagylányod már nagylány, mennyit lát a munkádból? Keveset, mert őt nem érdekli az üzleti világ. Ő művész. Ő teljesen más, mint én. Teljesen. Egy nagyon művészbeállítottságú, ő ír, ő rajzol, ő elmélkedik, gondolkodik, befogad. Ő egy nagyon, nagyon nyitott és elfogadó emberke. Én is az vagyok, de hogy mellette nekem ott van a rendszer és a cél. Ő egy ilyen teljesen új generáció. Tehát, hogy ő ez a, hát hogy is mondjam, imádom, mert hogy olyan stílusa van, amit én még soha nem mertem volna megcsinálni, megtenni. Tehát, hogy fele más haja van például az egyik fehér, a másik fekete, rajzolgat, ő mindenhol. Most rajzol. Hány éves? 15, 16 lesz decemberben. Hát igazi nagy kamaszlány. Én most azt mondanám, hogy igen, anyaként azért vannak kihívások. Otthon van egy tinédzserem, és van egy dackorszakosom. Úgyhogy a szülőknek ez biztos, hogy mond valamit. Az egyik kiküld a szobájában, a másiktól meg csak azt, hogy nem. Úgyhogy, de hát ezek... Melyik hasonlít jobban rád? A kisebbik. A nem. A nem, ő benne már... Benne látszik az akarás, az a céltudatosság. Ez fura ez a beszélgetés. Én úgy készültem, hogy meg akarom tudni tőled, rólad azt, hogy a modell szakma hogy készít fel a vállalkozói életre, és közben meg nekem az lett a benyomásom, hogy a kettő bizonyos szempontból ugyanolyan elszántságot és ugyanolyan karakteret kíván. Bizony. Tehát ki kell bírni, meg kell csinálni, mindegy mi jön, akkor is ez a program. Igen, ezt lehet, hogy valahogy én nem tudom, bevonzom, de hogy vagy a munkamorálom ilyen, hogyha valamiből belekezdek, akkor én ezt maximálisan szeretném csinálni. Most van új célod? Kell új célt találni, vagy elég, hogyha az, ami megy, az menjen jobban? A növekedés mindig cél, itt nem csak az árbevételt figyelem, tehát hogy így minőségileg, mennyiségileg, az ember központúság nálam nagyon fontos, olyan emberekkel vegyem körül magam, akikben megbízom, és akikkel szeretek együtt lenni. A cél az kell, de nem hiszem, hogy 3-5 éves terveket és nagy-nagy álmokat kell megcélozni. Én úgy építettem fel ezt az egész céget, hogy a mókuskerékbe hajtottam, és néha-néha kinéztem, vagy hogyha jött valaki és kirántott, és azt mondta, hogy gyere nézzük meg, hogy akkor mit építettél, mert ez most már helyén kellene kezelned, akkor megtettem. És akkor miután egyre komolyabb vagyok, egyre nagyobb vagyok, kellenek a célok, mert most már nem csak saját magamért felelek, hanem közel 100 emberért. Miért Franciaországban gyártasz? Mondtál egy ilyen fél mondatot, azt akkor elengedtem. Mert Európában szerettem volna mindenféleképpen gyártatni a termékeimet, és Franciaországban találtam meg a legjobb gyárat, ahol fejleszthetek, ahol együtt dolgozom olyan fiatal szakemberekkel, akik nyitottak az újdonságra, bekukkanthatok minden stációba. Tehát nincs az, hogy mondjuk egy alapanyagforrás nem tudok. Nekem ez nagyon fontos, egy-kettő, pedig én is minden nap eszem a termékeimet, és csak olyanra engedem a Tomán nevet, amit én is biztosan. Akkor te egy folyamatos diétában vagy? Nem csak diétánk van. Vannak vitaminjaink, vannak krémjeink, és még fejlődünk folyamatosan tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szépségegészség, ahol én balanszírozok, és ahol én megtaláltam jól a helyen. Vannak lisztjeink, tehát hogy vannak olyan dolgok, amik alternatívát próbáltam találni mondjuk egy tojásosnak ellire. Hogy az ne egy barna, szétfolyt állagú valami legyen, azért mert reform, hanem amit az én gyerekeim elé. Úgy nézzen ki, mint egy tojásosnok ellire. Pontosan, és na, de várj, ezt a franciák, azt sem tudják, mi ez a tojás. Azt nem, sőt, a gulyáslevese tudták sokáig megcsinálni, viszont rettentően büszke vagyok, mert a világon csak nekem van fehérje, gazdag gulyáslevesem, úgyhogy ez nagyon vicces vagy. Termékfejlesztés, mindenki valami nagyon-nagyon, nem tudom, laboratórium közegre gondol, és akkor mentem ki terméket fejleszteni, megvásároltam a csarnokban a vöröshagymát, a krumplit, a magyar répát, a magyar paprikát, a magyar húst, és mentem Franciaországba terméket fejleszteni, és akkor a kis konyhába elkezdtem kevergetni, és főztem a gulyáslevest, hogy nézzék a folyamatot, mert nekem gulyásleves ízke. Tehát nem kémcsőben készül, hanem lábasban? Hát az első... A vége majd a kémcső.
kémcsőben kell, hogy végezze, mert ugye itt az arányokra nagyon oda kell figyelni, és ilyen mennyiségben már nem tudjuk megkavarni azt a lábost, úgyhogy nekünk kell mindenféleképpen a kémcső, illetve az arányok, de az első, hogy legyen gondolatmenete, vagy csak tudja, hogy mi az a gulyásleves, azt ott nekik meg kellett mutatni. De azt miért a franciák tudják jobban, mint a magyarok? Gulyáslevest a magyarok nem, 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 hanem de ott csináltatod. De fehérjét, is ott csináltatod. Igen, igen, mert sósfehérjében nem jók annyira a magyarok. Ha nem tudom, a konkurenciát mennyire figyeled, én figyelem. Hát nekik én meg nyilván nem. Nekik nincs sós ételük, például nekünk van sós fehérjénk, ami egy leves formában is. Tényleg a konkurencia figyelés, az hogy megy? Kóstolgatsz? Mivel mi személyre szabott diétát viszünk, ezért a vendégeinktől mindig mindent tudunk. Tehát, hogy nekem igazából városonként be van építve minimum 20 emberem, aki figyeli, akivel szembe jön, ha valaki kihúzza a tománt, és valamilyen másik ismert terméket használ, azonnal jön a kontra, hogy figyelj, én ezt használom, ez ezért jobb, vagy az azért jobb, vagy... És akkor ott elkezdődik. Ez olyan szerintem, mint a nőknél mondjuk a smink tanácsadás, vagy egy körömlak, vagy egy rúzs, hogy mit használsz. És egyszerűen utána jönnek hozzánk, és beszélgetünk. Hát képzeld el, a Joli elmondta, hogy ő nem tudom, milyen fehérjével fogy. Az én kis konzulensem felírja, jön a központba, a hálózatvezető megnézi, és csinálunk egy piackutatást, hogy ő miben jobb. Tehát, hogy versengeni soha nem versengünk, csak én azt gondolom, hogy akkor jó. De hát azért ez is az. Igen, de közben azért akkor jó egy piac, hogyha másiktól tudsz tanulni. Az, hogy ezzel foglalkozol, abban volt annyi tudatosság, hogy ez egészen biztosan eladható. Szerintem minden második nőnek biztosan valahogyan, a többi az csak pénz kérdése, és még a férfiak nagy részének is. Képzeld el, hogy volt, mert amikor beütöttem a diet szót a Google-ba 2015-ben, amikor megalapítottam a saját brendemet, akkor 0,43 másodperc alatt több mint 1 milliárd találatot hozott ki. Először megijedtem, hogy Uramisten, mit fogok valami, én csinálni, mert ilyen sokan vannak, és akkor hol lesznek, hol vagyok én, vagy hol foghatok ki mondjuk, nem tudom, 0,01%-ot ebből a piacból, ebből a piacérésből. És utána rájöttem, hogy ez egy nagyon jó üzlet, hisz, hogyha ilyen sokan foglalkoznak vele, akkor ezt érdekli az embert, és egyre jobban. És szerencsére én nagyon szeretem az én vendégeimet, mert tudatosak, mert változtatni akarnak, és van kérdésük. Nem csak csukott szemmel bekapom, amit nem tudom, XY hirdet, hanem kérdeznek. És ez szenzációs. Te megválaszolsz, mint nekem is. Köszönöm. Én köszönöm. Örülök, hogy itt voltál. Tomás Szamirával beszélgettünk. Remélem, önök is élvezték. Én nagyon. Találkozunk ugyanebben az időpontban egy hét múlva. Minden jót kívánok önöknek.